Az ünnep nem a beszéd, hanem a szembesülés ideje Gyurcsány Ferenc szerint, aki úgy látja, a kormány ma a szabad magyar gondolat és élet elfolytója. A DK elnöke azt mondta, pártja hazafi, amely szemben áll az úgynevezett nemzetiekkel. Vendégünk Varjú László. A Demokratikus Koalíció alelnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindjárt beszélünk Gyurcsány Ferenc beszédéről is, de ugye itt volt Karácsony Gergely, és ott hagytuk abba ennél a bizonyos ernyő szervezetnél. Azt mondta, hogy nincs különbség a Jobbik javaslata és az ő javaslata között tulajdonképpen. A DK nem reagált erre, vagy legalábbis nem találtuk meg. Mit mond erre a Demokratikus Koalíció? Tudja, március 15-én este talán egy ilyen ünnepi hangulatban, amiben gyakorlatilag a nap eltelt, hiszen magam is Újpesten a rendezvényen részt vettünk, majd azt, sőt, tegnapi napon ugye a 13. kerületben ott Tóth József, Újpesten dr. Tripon Norbert mondott beszédet, ma pedig Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára, mindannyian a szabadságról beszéltek. És a szabadság jelentőségéről azt hiszem egy ilyen körülmények között talán ez tartozik ma a legfontosabb ügyek közé. És ezért szerettem volna azzal kezdeni, hogy erről beszéljünk néhány szót, mert akkor, amikor Magyarországon, most idefelé jövet az úton, csak olyan adást lehet hallgatni, amikor az MTI hírei alapján állítanak össze híreket, és erről beszélnek az embereknek, akkor nem lehet beszélni sem szabadságról, sem sajtószabadságról. És az ellenzéknek elsősorban erről kell beszélni, erről kellett volna beszélnie. Illetve én azt mondom, hogy ezzel kell folytatni, hiszen a nap ezzel telt el számunkra. No, hát beszéltek erről is, meg hát itt szabadság van, és beszélhet erről, de azért mégiscsak kíváncsi lennék, hogy mi a véleménye erről a bizonyos ernyőszervezetről, és aztán ígérem, hogy beszélünk majd Gyurcsány Ferenc ünnepi beszédéről is. Az, hogy milyen megoldást választunk itt a következő időszakra, azt gondolom, hogy láthatóan van nézetkülönbség a pártok között, és egyelőre még inkább gondolkodik mindenki, és még nem konzultálnak abban a formában. Én a Demokratikus Koalíció álláspontjáról tudok beszélni. Mi elsősorban arra készülünk, hogy itt rendszerváltásra van szükség, mert láthatóan nem csak arról szól a történet, hogy lesz-e jó egészségügy, lesz-e olyan javaslatunk, amitől az oktatás megváltozik, miközben naponta meg kell küzdenünk azért, hogy az Erasmus használata vagy a lehetőségének igénybevétele érdekében a magyar diákok ne veszíthessenek el éveket, és ezért politikai csatát kell folytatni, és eközben mégis igazából arról szól a történet, hogy az egész rendszer úgy rohadta, hogy van, és ezt a Fideszt ki kell takarítani ahhoz, hogy egyébként itt az emberek visszaszerezzék részben a szabadságukat, másrészt az életfeltételeiket. Na jó, de éppen ezért kérdés, hogy hogyan. Egyébként a DK ünnepségén azt mondta Gyurcsány Ferenc sok minden más mellett, hogy aki azt mondja, hogy a DK és a Fidesz ugyanaz, az a Fidesz segíti, és a demokratikus európai Magyarországgal szemben állnak. Ki mondja, hogy a DK és a Fidesz ugyanaz? Ugye időnként megjelenik ilyen vélemény, vagy megjelenik az a vélemény, hogy egyébként különállóként próbálja megoldani. Mi azt mondjuk, hogy itt mindenkinek össze kell fogni, az ellenzéknek, aki a Fidesz ellen van, azoknak össze kell fogni, együtt kell működni, és le kell váltani ezt a rendszert. Azt is mondja, hogy aki azt mondja, hogy Gyurcsány és Orbán tartja hatalomban, az is Orbán segíti. Kire gondol Gyurcsány Ferenc? Azokra, akik időnként így ilyen megjegyzéseket tesznek, én hadd ne ismételjem őket, mert nem szeretném, hiszen éppen arról szól a történet, Gyurcsány Ferenc is név nélkül beszélt erről a helyzetről, hogy jobban kell figyelnünk egymásra, és igazából a célra kell összpontosítani, hogy egyébként ezt a rendszert le kell váltani. De szerkesztő kollégákkal próbáltuk meg keresni, hogy kire gondolhatott Gyurcsány Ferenc egyébként, hogy ki mondott ilyet, és én egy nevet találtam, Nagy Huszain Tiborét, aki éppen a DK alelnöke volt, vagy vezetőségi tagja volt, és kilépett egyébként hát, novemberben a DK régen. Volt. Régen volt, de most lépett ki novemberben. Ő már nagyon régóta nem vezet. És ő mondta azt, hogy lássuk be, a DK vitathatatlan, de nagyon lassú erősödése egyáltalán nem vitt közelebb Orbán hatalmának megdöntéséhez, a DK erősödése mindent egybevetve egyáltalán nem jelenti az ellenzék erősödését, és azt mondja, akarva akaratlanul a DK beleravírozza magát abba, hogy Orbán tartja hatalmon. De ugye ez egészen más, mint amiről a kérdés szólt igazából. Hát a kérdés arról szólt, hogy a Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy Gyurcsány is Orbán tartja hatalomban, az is Orbán segíti. Az egészen biztos, hogy nekünk, mint az ellenzéki oldalon, és most megint csak hangsúlyoznám a Demokratikus Koalíciót, elsősorban arra van szükségünk, hogy előkészítsük az 2026-os
egyébként legkésőbb, mondjuk így, azt a rendszerváltást, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarország visszaszerezze a szabadságát. Ha ezt nem tudjuk elérni, ha ezt nem tudnánk elérni, akkor nagyon sokaknak marad keserű az élete, és marad abban az állapotban, hogy megélhetési válsággal nem csak hónapokat vagy egy-két évet, hanem évtizedet kell elérni. Látja ön is, hogy az, amit mekkora válság alakult ki a Fideszen belül. Matolcsi arról beszél, évtizeden keresztül hoztak rossz döntéseket, és ezek a rossz döntések, hogyha most nem változtatnak rajta, akkor egyébként mondjuk úgy, hogy a következő évtized is elszáll. Ön úgy látja, hogy válság alakult ki a Fideszen belül? Én azt gondolom, hogy igen. Óriási bajban vannak. Nem csak azért, mert egyébként az a bizalom, irántuk semmilyen bizalom nincs nemzetközi területen, és nem tud ez a kormány annyira béna, bocsánat, hogy ezt mondom, annyira tehetetlen, nem tudja megoldani azt, hogy a Magyarországnak járó forrásokat megszerezze. Akkor mi az a magyar embereknek járó forrásokat megszerezze? Hogy újra kétharmadot szereztek, és még ennek ellenére is, hogy csökkent egyébként a Fidesz támogatottsága, még mindig nyernének, és ráadásul még ez a csökkenés is Gyurcsány, most. Gyurcsány Ferenc erről beszélt ma. Törvénytelenül megszerzett hatalomban van ma a Fidesz. Olyan eszközöket használt fel a választási győzelméhez, elsősorban állami eszközöket és olyan médiafelületeket, amire egyébként nem lett volna joga. Ezt a törvénytelenséget kell megszüntetni, és ezért kell egyébként az ellenzéknek együttműködni. Na hát, hogy hogyan működnek és hogyan szüntetnék meg, arról még nagyon sokat fogunk itt beszélni. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.